Várunk Európa első unikornis tematikájú éttermébe, ahol az ételek nem csak eszméletlenül jól néznek ki, de elképesztően finomak is. A műsor támogatta az Egyszarvú. A bútorokat biztosította a Belieni.hu, ahol most a Z-Time 10 kóddal bármekkora összegért is vásárolsz, 10% kedvezményben részesülsz. Ha támogatnád a munkánkat, vagy megnéznéd a videó reklám nélküli bővített verzióját, mindenképpen csatlakozz hozzánk a Patreonon. Egy kanapén 30 Zaher Gáborral. Üdvözletem mindenkinek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltime YouTube csatorna, és hát elindult az Egy kanapén 30 sorozat, ami semmi másért nem viseli a 30-as címet, mint hogy 30 lettem, és ebből a 30 évemből szedtem össze azokat a meghatározó alakokat, akik az elmúlt 30 évemhez valamilyen úton, módon hozzátettek, vagy átlagosan a 30 éves korosztály számára meghatározóak lehetnek. Szörnyű ezt kimondani. Az az ember, aki ma itt ül mellettem, vele felnőttként most találkozom először. Gyerekként viszont viszonylag sűrű láttam. Hozzávetőlegesen szerintem ilyen 15 és 20 alkalommal ő volt az személyesen, aki anyám öngyilkossági kísérletei után kimosta a gyomrát és megmentette az életét, majd anyám angolosan távozott, miután kitépte magából az infúziót. Itt ő mellettem Zaher Gábor. Szervusz. Szevasz. Nyilván nem emlékszel anyámra és rám sem, de mondjuk ez köszönhető annak, hogy gondolom nem egy ember fordul meg éjszaka egy ilyen osztályon. Ráadásul nagyon sok törzs vendégünk volt, ugye, akik rendszeres visszajáróak voltak. Igen, de neki is már mondtad, hogy na Brigitta már megint itt. Tehát, hogy már vele így, ilyen nexusban voltál. Nálunk azért sűrűn volt emlegetve a te neved, mindenféle kontextusban. Volt, amikor hálásak voltunk azért, mert megmentetted anyám életét, és fáj be valami, de volt olyan is, amikor nem feltétlenül. Egyébként te volt, hogy érezted úgy egy ilyen szuicid esetnél, hogy azt mondod, hogy lehet, hogy neki jobb lett volna, hogyha sikerül? Nem, alapvetően nem. Illetve volt egy-két olyan történet, amikor például egy daganatos beteg mondjuk végstádiumban van, és gyakorlatilag az ő élete az már nem azt mondom, hogy minőségi életnek, de gyakorlatilag életnek sem nagyon nevezhető. Az a része a dolognak, amit az ember meg tud érteni. Uh-huh. A többinél azt gondolom, hogy nem. Eldobni az életet az mindig egy rettenetesen könnyű dolog, hiszen az ember beveszi, ha jól választ, akkor olyan gyógyszereket, vagy vegyszereket tud fogyasztani, ami tulajdonképpen biztos. Nem fog senkinek se biztos tippeket adni, de különben azt gondolom, hogy az újrakezdés az bármilyen mély szakaszból az ember életében az sikerülhetne. Az öngyilkosok gyávák? Nem feltétlenül, és ez azt jelenti, hogy nagyon sokan ugye azért végeznek ilyen buta kísérleteket, mert mondjuk a környezetüket akarják fölhívni arra, hogy ilyen segítségre szorulok, mert egyéb más mondatokkal, egyéb más cselekményeikkel nem tudnak kellő figyelmet saját maguknak ugyebár kiharcolni. És persze vannak ugye azok a pszichiátriai betegek, akik a szó nagybetűs értelmében klasszikusan betegek, akiknél mondjuk a saját elmeállapotuk vezet oda, hogy mondjuk ő ebből az egész történetből tulajdonképpen ki akar szakadni. Nem unod még mindig, hogy erről kérdeznek? Alapvetően azt gondolom, hogy ez a munkám, hát én ezt csináltam 17 évig a Péterfibe. De a munkád a gyógyítás, nem az, hogy erről beszél. Igen, de a munkámnak a nagyon nagy része ugye az életem során az gyakorlatilag a Péterfi Sándor utcai kórház toxikológiai osztályhoz kötődik, hol valljuk be őszintén, hogy a betegeinknek körülbelül a 65-70%-a azért az öngyilkosok körül tevődött ki, még olyan szépen is hangzik, hogy toxikológiai osztály, de hát valljuk be őszintén, ezt nagyon sokan úgy emlegették a városban, hogy az öngyilkos osztály összességében, és persze ott voltak mellette mondjuk a vétlen mérgezettek, gombamérgezés, szénmonoxid beleivott valamibe, és persze ott volt a idézőjelben maradék mondjuk 25% a kábítószer használat.
meg az alkohol, nem? Hát az alkohollal is kerültek, igen, kerültek be alkoholmérgezéssel is, de ugye egy időben az volt a szokás, hogy hozzánk csak a 18 év alattiak kerülnek, de ez nem azt jelenti, hogy a gyógyszeres öngyilkosságokat nem nagyon kísért az alkohol, hiszen az alkohol, azt pontosan tudjuk, hogy a legjobb feszültségoldószer, és gyakorlatilag szoktam volt mondani, hogy a harmadik pohár rozé után már az M1 műsora is nézhetővé válik, hogy az ember annyira oldódik. Próbáltam, nem. Tehát, hogy azért hát akkor próbáld meg a negyedik pohárral, hát ha akkor már sikerülni fog. Szintetikus kell, nem? Tehát, hogy ez azért az a kategória. Alkohol vagy droga rosszabb? Nem lehet szerintem a kettőt így egymással összehasonlítani, hogy alkohol vagy drog. Szerintem az egész... Tehát mindenki ezt teszi. Persze, de ez szerintem szakmailag butaság. Viszont az egész magyarországi kábítószer helyzetet szerintem jelentős módon túl hype-olják, szóval azért nem állunk olyan nagyon rosszul, hogyha megnézzük az európai ranglistát. Jó, persze vannak bizonyos magyar specialitások, hungarikumok, és itt most nem a pálinkára gondolok természetesen. Vannak ilyen magyar drogok? Ilyen magyar nem feltétlenül magyar drogok, de azt például... Azt nagyon meglepnem, hogyha még bármiért nem, hanem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy például hogy az intravénes szerhasználat kapcsán gyakorlatilag Európában, Magyarországon egyedül ugye a szintetikus katinonon származékok, amelyek uralják ezt a képet. Ezek ilyen amfetaminhoz hasonló, egészen újfajta szerek. Míg Európa más részeiben, akár keletet is nézzük, akár nyugatot, megmaradtak ugye a mák, ugye az ópiát származékok, ugye főként az újabb fajta szintetikus ópiát származékok. Uh-huh. De Magyarországon, én megmondom neked őszintén, például heroinistával borzasztó régen találkoztam. Nincsenek is nagyon sokan. Vannak talán ilyen 60-70-en gyakorló heroinisták, van talán olyan 2-300, aki mondjuk ilyen helyettesítő terápián van. A többiek azok részben vagy kihaltak, vagy pedig átálltak ugye ezekre az új mindenféle szintetikus szemetekre. Szóval Magyarországon ellentétben mondjuk, főként ugye Nyugat-Európában, ahol mondjuk a fentanil és a szintetikus fentanil származékok terjedtek el, nálunk teljesen más jellegű az intravénás szerhasználat, de ugye erre is most az ember azt hívja, hogy... Ez olcsóbb azért vajon? Részben olcsóbb is, meg igazándiból, hogy és nem tudok erre magyarázatot adni, de valahogy ez a fentanil az nem jutott el Magyarországra, azt kell mondani, hogy hál' Istennek, mert azért ez nagyon-nagyon komolyan megszedte az áldozatait. És méghozzá olyan országokban, amelyeknek, hát valljuk be őszintén, hogy az átlagjövedelmük, a GDP-jük, az életük, az sokkal-sokkal magasabb színvonalon van. Hát például mondhatnám itt Svédországot, Norvégiát, hát azt gondolom, hogy két országnak az életszínvonalát nem nagyon lehet összehasonlítani egymással. És ott például mondjuk ezeknek az ópiát típusú szerhasználat miatt, ugye például, ha megnézzük ugye az 1 millió lakosra vonatkoztatott haláleseteknek a számát, akkor Magyarországnak legalább a 10-15-szörösét tudják felmutatni, pedig jól élnek című történetről szól a dolog. Egyébként te próbáltál bármilyen drogot? Ez egy nagyon érdekes kérdés, erre mindig vissza szoktak tőlem kérdezni, mert ugye azt gondolják, hogy aki mondjuk kábítószeresekkel dolgozik, az úgy ismeri ezt az egész történetet. Bevallom neked őszintén, úgy, hogy én saját magam próbáltam volna ki, olyat soha. Volt persze néhány műtétem, térdműtétem, sérvműtétem, amikor ugye az altatáshoz ugye fenntanítattak, és megmondom neked őszintén, hogy amikor először, ez körülbelül 8-9 évvel ezelőtt volt, ugye kaptam fenntanilt, ugye amikor volt egy lágyéksérvműtétem, hát kurva jó volt. Te viszonylag könnyen hozzá is. És hozzá is lehetett volna félni, csak ugye az igazság, hogy abban azért benne van az a veszély, hogy ez azért nem egy játék ez a szerző, ez nem olyan, most elszívok egy spanglit, és akkor jaj, most történt valami, vagy nem történt valami. Szóval ennek az úgynevezett addikciós potenciálja, a hozzászokásnak a valószínűsége az borzasztó nagy. Na, nagyon belevágtunk a közepébe, menjünk egy kicsit vissza az időbe. Orvos család a tied. Nem vettek fel téged elsőre az egyetemre. Ez egyébként valamilyen presszió volt otthon, hogy neked is orvosnak kell lenned, vagy te ebbe dönthettél? Illetve hogy reagáltak arra otthon, hogy te így első körben neked ez nem sikerült? Nézd, alapvetően azt gondolom, hogy én ebben nőttem föl, és én ezt láttam. Igazából persze voltak időnként... Tehát a fiad is, és mégse lett orvos. Hála az égnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy hála az égnek, ő építészmérnök. De azt gondolom, hogy számára ugye az, amit ő ugye kisgyerekkorában végigélt, ugye, hogy apa hétvégén is bejárt a kórházba, apa ügyeletes, apát éjjel fölhívtak, hogy be kell menni. Című történet, ez nem hiszem, hogy őt nagyon presszionálta volna arra, hogy ő mondjuk orvos legyen. Nem beszélve arról, hogy ő ebből a szempontból sokkal inkább az édesanyjától örökölt, aki szintén mérnök, és hát ő már eleve ugye, amikor pályát választott, ez hülyeség, mert végül is csak a gimnázium utolsó évében döntött el, ugye, hogy építész lesz, de biztos, hogy valamilyen műszaki pályára akart menni. Amikor az első ilyen görbe este után tinikorodba hazamentél, azt mondta édesanyád, miután kiózanodtál, hogy nem volt helyes, de azért úgy érzi, hogy tudni fogod a határaidat. Igaza lett? Alapvetően én azt gondolom, hogy igen.
De igazándiból, hát én hosszú éveken keresztül egyáltalán nem is ittam alkoholt, pontosan amiatt, ugye, mert hát bármikor csöröghetett a telefon, és be kellett menni a kórházba. Most azért otthon azért időnként egy-egy sör. Mindig ilyen on-call verzióban vannak? Tehát, hogy bármikor riaszthatóak? Olyan, mint ez a vészhelyzet, amikor a csipogó megszólal el randi közben? Igen, csak a csipogó esetek jelentős részében az akkor van, amikor bent van a szolgálatban, de ahol mondjuk az ember vezető, és mondjuk viszonylag kevesen is voltunk, ugye, akkor, ha mondjuk volt egy tömeges mérgezés, vagy hát azért ott az osztályon azért előfordultak olyan személyek, akik mondjuk esetleg különösebb, komolyabb média érdeklődés lett volna ugyebár feléjük, akkor azért általában mindig szóltak a kollégák, hogy itt valami, vagy valamilyen zűrös helyzet volt, akkor azért sokkor mentem. Ezt mindig diszkréten kezelt? Abszolút. Ilyen ember van? Abszolút. Orvosi titoktartás miatt, vagy azért, mert egy ilyen ember vagy? Én azt gondolom, hogy az orvosi titoktartás egy nagyon fontos dolog, de nem akarok olyan lenni. Talán te nem emlékszel rá, de lehet, hogy a nézők közül emlékeznek még egy páran. Ugye volt Salamon Béla bácsának, ő egy magyar, hát színész volt igen. egy ilyen kabaré tréfája, aminek az volt a fő mondata, ez a ha én egyszer kinyitom a számat, igen, ha én egyszer elkezdek beszélni, című történet nem fogok. Pedig lehetne akár egy egész külön könyvet lehetne írni erről a történetről nevekkel, de ez nem fog megszületni ez a könyv. Most a Covid osztályon is tevékenykedtél, vagy tevékenykedsz is? Vagyok. Az esetem jelentős rész, az időm nagyon nagy százalékát most ott töltöm. Mi ott a titok? Mi az, amit nem láthatunk? És miért hozta meg szerinted a kormány ezt a nem döntést? Nem tudom. Alapvetően nem tudom, ez pontosan egy ugyanolyan osztály, mint bármilyen, csak ugye a biztonsági intézkedések azok sokkal jelentősebbek, hiszen ugye itt egy vírusról van szó, magas fertőzőképességi, főleg ugye az Omikron variánsról van szó, de ez ettől mi még ugyanúgy ott bent vagyunk, és dolgozunk, és védőfelszerelésben látjuk el tulajdonképpen ugyanazt a munkát. Nem kaptad el még mindig? Én 4 oltáson túl vagyok, megmondom őszintén. Nem hiszem, hogy elkaptam minket, ugye rendszeresen szűrnek, és eddig nekem minden szűrésem tulajdonképpen negatív volt. Pedig ott ugye hát abszolút fizikai közelségbe kell az ember, megvizsgálja, meghallgatja, beszél vele, lefogja a szemét, és így tovább, és így tovább. Szóval, de én azt gondolom, hogy eddig nekem mázlin volt ebből a kapcsolatban. De akkor miért hozhatta meg a kormány? Mert egyébként azt gondolom, hogy ez egy olyan információ, sőt, akár mondjuk egy olyan edukációs történet is lehetne, de hogy akkor miért lehetett ez a döntés? Vagy ki akarta, hogy ezt? Kikérték egyáltalán a ti véleményeteket? Biztos, hogy nem, egyáltalán nem, sőt, hogyha az ember esetenként megszólalt, és azért nagyon kevesen voltunk olyanok, akik esetleg a nevüket fölvállalva, sőt, azt gondolom, hogy talán aki a klinikumban dolgozik az ágy mellett, szinte majdhogy nem én voltam az egyetlen olyan unikum, aki mondjuk az arcát és a nevét fölvállalva nyilatkozott aktuálisan a helyzetről, a betegségről. Azt mondtad, hogy néhányan vagytok, akinek engedélye van nyilatkozni. Ezt hogy értetted, hogy engedélye van? Én azt gondolom, hát engedélyünk hivatalosan nem volt. Szóval nem olyan, hogy mint amikor, mit tudom én, jött egy interjú kérelem, hogy szeretne velem a kórházról valaki beszélni, akkor az ember megkereste a főigazgatót, az megadta az engedélyt, mint hogy ez régen abszolút teljesen jól működött ez az egész történet. Most valahogy nagyon bezárkoztak, és pontosan én ott látom itt a járványkezelésnek az egyik nagyon-nagyon nagy problematikáját, hogy a kommunikáció az hihetetlenül szarul működött ebbe az egész dologba. Hiszen, hogyha mondjuk... De szerencsére az már a legelejétől. Tehát hát az már, persze, az abszolút, az már a legelejétől, abszolút a legelejétől, hiszen úgy gondolom, hogy mondjuk ezt az egész történetet mondjuk bemutatni az embereknek a betegséget, magát a vírust, hogy mit okoz, megmutatni néhány CT felvételt, alapvetően erről beszélni, és ez pontosan azt jelentette volna, hogy edukáljuk ugye az embereket, hogy ne az legyen, mint amit magunk is tapasztaltunk, főként ugye az első 3 hullám kapcsán, hogy az emberek mondjuk akár 1-7-10 napot is eltöltöttek otthon betegeskedve. Ugye az alapellátás az bezárt, amúgy is borzasztóan túlterheltek, ugye hát nekik ott volt egy csomó egyéb funkciójuk, ugye, mert attól, hogy most koronavírus járvány van, attól még az embereknek ugyanúgy van betegségük, ugyanúgy a magas vérnyomásuk felborul, a cukorháztartásuk, sztrókot kapnak, stb. Millió egy kórképet lehetne mondani. Erre még rádobták ugye az alapellátásra, ugye a Covid ellátást is, de hát úgy, hogy nem lehet bemenni a rendelőbe, telefon, e-mail, bárhogy akartak vele kapcsolatot teremteni, és ugye amikor bekerültek a betegek már a kórházba, akkor valljuk be őszintén, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban voltak nagyon sokan, és hogyha mondjuk 3-4 nappal ezelőtt már bekerülnek, akkor valószínűleg jobb esélyük lett volna arra, hogy túléljék, és akkor nem tudtunk volna, vagy valószínűleg akkor nem mutattunk volna föl olyan halálozási statisztikát, mint ami most van, hiszen az 1 millió lakosra vonatkoztatott halálozásban negyedikek vagyunk a világon. Ez pontosan ugyanolyan, mint lehet időnként hallani, hogy az átoltottság szempontjából közé
Közép-Kelet-Európában az egyik legjobbak vagyunk. Köszi. Közép-Kelet-Európában hány országot veszünk be, mondjuk 4-5, és abból az egyik legjobbak vagyunk, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy harmadikak vagyunk. Szóval ez megint csak egy kommunikáció kérdés. Én azt gondolom, hogy jelen esetben igen. És pontosan emiatt ugye megnézed az oltási hajlandóságot, ha több mint 2,5 millió ember még mind a mai napig nincsen beoltva. Szóval itt azért valami a járványkezelésben szerintem elcsúszott, ami nem elsősorban szakmai volt, hanem itt azt gondolom, hogy a politika nagyon sok mindenbe beleszólt a járványkezelésbe, az pedig nem volt egy helyes dolog, mert ez egy szakmai probléma. Ez kizárt, Gábor, én ezt nem tudom elvenni, hogy ez egy történetet. Te már 4 oltáson túl vagy, amiről beszéltünk. Azért az oltások, amiket most mi kaphatunk, azért ez egy olyan kontroll alá estek, ami szerinted is a világon még soha nem fordult elő. Tehát, hogy egy olyan kontrollvizsgálat, olyan teszt előzte meg őket. Ennek ellenére mégis azt mondják az emberek, sajnos jogosan, nem tudjuk, hogy mi fog 10 év múlva mit fog ez okozni. Oké, mondok erre egy teljesen... Na ezt akarom kérdezni, ezeket az embereket hogy tudod meggyőzni, hogy mondok erre egy teljesen másik példát. Képzeld el, hogy van valaki, akinek van egy magas vérnyomás betegsége, nincsenek sokan Magyarországon, talán olyan 1,5 millióan összességében. Ez az illető szed 3 gyógyszert, és ezzel mondjuk úgy helyjel közel egész jól működik. Elmegy a kezelő orvosához, aki azt mondja, hogy figyelj, most megjelent egy új készítmény, amelyik annyira jó, hogy tulajdonképpen be se kell szedni, elég, ha ránéz, és akkor már is jó lesz tulajdonképpen a vérnyomás. Mi lenne, ha én ezt fölírnám önnek? A fickó megkapja a receptet, vagy fölírják az e-receptre, elmegy a patikába, kiváltja vidáman, mosolyogva felcsapott farokkal, elkezdi szedni a gyógyszert, 4 nap múlva 130/75, 130/75, 130/75, tökéletes. Boldog lesz ez a fickó? Abszolút boldog lesz. Megelégedett? Hány hete jelent meg ez a gyógyszer a gyógyszerpiacon? 5 héttel ezelőtt jelent meg ez a gyógyszer, ami tényleg egy fantasztikus jó gyógyszer, és amikor megjelenik egy új oltás, akkor hirtelen, akkor azzal már elégedetlenek vagyunk. Miért? Pedig valószínűleg az a gyógyszer nem ment át mondjuk a fázis 3-as vizsgálat kapcsán, mondjuk 40 ezer emberen, mint hogy például a Pfizer oltóanyagát, ugye, mielőtt kikerült volna ugye a piacra, akkor 40 ezer önkéntesen próbálták ki. Szóval nem értem ezt a fajta hozzáállást, de ez is alapvetően kommunikáció kérdése. És igen, benne van az oltásban az, hogy nem tudom, hogy mi lesz velem 3 év múlva, meg 4 év múlva, de biztos te is hallottál már, hiszen ugye online világban élő ember vagy, olyan gyógyszerről, ami ugye kikerült a piacra, volt ilyen például vérzsírcsökkentőszer, és kiderült mondjuk egy 1,5 év után, amikor már 5 millióan beszedték, hogy 4 meghaltak, és annak a 4 embernek a halálát maga a gyógyszer okozta, testi elváltozás okozta, és mi történt ezzel a gyógyszerrel? Kivonták, törölték a törzskönyvből, és persze volt utána kártérítés, stb. És igazándiból ez minden gyógyszernél benne van. És ugye azt mondjuk, hogy annak a gyógyszernek, aminek nincsen mellékhatása, annak hatása sincsen. Szedsz egy gyógyszer fejfájásra, tudod, hogy neked ez a gyógyszer jó, ezt szedett 10 éve, bemész a patikába, fáj a fejed, megveszed a gyógyszert, beveszed, és 5 perc múlva ekkora lesz a fejed, allergiás leszel, és akár bele is halhatsz. Na de hát hogy? Hát 10 év ezt a gyógyszert szedem. Mert éppen a szervezet úgy reagált erre az egész történetre. Szóval ezekben mindig benne van egy olyan fajta kiszámíthatatlanság, amit nem lehet kalkulálni, nem lehet matematikailag modellezni, de ezek ugye arányában nagyon-nagyon, és a nagyon sokáig lehetne mondani, kis számban fordulnak elő. Persze ez olyan dolog, ha én mondjuk megint csak ugye az online világ áldásos tevékenysége, valaki kiírja, kérem, én szedem ezt a vérnyomás csökkentőt, tök jó a vérnyomásom, ez egy fantasztikus szer. Érdekel ez valakit? Kap rá egy lájkot, de ha kiírja, hogy kinőtt tőle a harmadik szarva, teherbe esett és megszült egy macskát, van, akkor rögtön megy a fókusz. És akkor megy rögtön. Így van. Szóval alapvetően ezért az online világ, ami baromi jó, és baromira segíti a munkánkat, azért hihetetlen módon negatív irányba is ugye tudja az embereknek a véleményét befolyásolni. Sajnos igen. Egyébként ebbe te látsz felelősséget a politikának? Nagyon. Hogy ez hihetetlen módon. Mert alapvetően ugye most is mit látni? Ne gondolkozz, higgy az óriás plakátnak. Az a legegyszerűbb. Ne gondolkozz, menjél szépen eldolgozni. Azon voltál te is, nem? Óriás plakáton. Hál' Istennek nem. Nem volt? Nem, csak fölmerült esetleg, hogy akartak engem is óriás plakátra. Aztán szerencsére ebből az egész történetből nem lett semmi. Te nem vállaltad, vagy? Egyszer földobtak, hogy akarom-e, én mondtam, ha nagyon kell, akkor szívesen, aztán ez valahogy úgy hanvába holt ez a történet. Maradt Merkel Béla. Igazán. Maradt Merkel Béla, Pali, ugye egy-két élsportolónk alapvetően, és ugye itt is ugye nagyon-nagyon ellentétes vélemények, szóval kinek higgyen az ember, szóval itt hát van... Hát a nagy Ferona. Jaj, Istenem.
nem mondjam. Volt ő is. Nagy Feró volt még, kik voltak a hát hírességek közül? Hát olimpiai, olimpikonok voltak, kajakosokat láttam igazándiból, de szóval nagyon megoszlik ez ügyben a figyelem, mert, vagy a véleménye az embereknek, mert ugye azt mondta például Merkeli Béla, hogy nem lesz harmadik hullám. Ezt így ex-katedra kijelentette. Majd azt mondta, hogy nem kell maszkot hordani. Majd azt mondta, hogy itt a negyedik hullám, hát akkor most hogy higgyek neki? Pedig egy komoly szakember, ugye az egyetemnek a rektora, egy okos, értelmes figura, és akkor jó, de ez higgyek mit neki? Mit bizonyít? Azt bizonyítja mondjuk, hogy ez tényleg egy olyan vírus, amiről szemmel láthatóan semmit az ég egyet a világon nem tudunk előre, vagy azt bizonyítja, hogy a politika beleszól az orvosok kommunikációjában? Mind a kettőt. Alapvetően a politika beleszól a kommunikációba, ez természetes, főleg ugye, hogy április 3-án ugye választások lesznek, és az most egy hihetetlen érzékeny időszak ebből a szempontból. A másik az, hogy tényleg erről a vírusról baromi sokat ugyebár nem tudunk, és ugye hát a pécsi virológia, akiknek ugye Jakab Feri vezetője, ugye azok a hihetetlen jó dolgokat mondanak el, és ők alapvetően ugye azt mondják, hogy amíg ezt a vírus teljes mértékig megismerjük, azért még hosszú-hosszú évek fognak eltelni. Például az, hogy a post-covid, az hogyan alakul ki, meg hogyan okoz a vírus post-covid állapotot, ezt nem tudjuk. Azt látjuk, hogy ilyen-olyan-amolyan tünetekkel jönnek a betegek egy covid-fertőzés követően, de hogy ez milyen mechanizmussal fog kialakulni esetleg, hogyan tudjuk ezt meggyógyítani, arról halvány segédlag őzünk nincs, és hosszú évek fognak eltelni, míg gyakorlatilag ezt kiismerjük. Lesz ebből a covidból influenza? Mármint, hogy nem... Tehát, hogy megszelídül-e? Hát... Azt, hogy megszerződő le. Tudjuk, úgy teszem fel a kérdést, fogjuk-e tudni úgy kezelni egyszer a Covidot, mint az influenzát, hogy most már valaki elmegy magát beoltatni a szezon előtt, mert éppen úgy érzi, hogy neki erre nincsen szüksége, de ettől függetlenül tudunk dolgozni, tudunk élni, nem kell maszkba járni mindenhova, nem kell 10 nap, 7 napba otthon maradni, hanem csak ameddig betegek vagyunk, tehát hogy fogjuk lehet, tudni, de lehet, szerinted? Hogy nem. Nem tudjuk megmondani. Én azt gondolom, ezek a jóslások, ezek csak a rövid távon működnek, ugye itt a szennyvízből, meg egy-két ilyen járvány matematikai adatból lehet, hogy esetleg mi lesz az elkövetkező 2 hétben. De pont ugye szintén a pécsi virológiával, Kendenősi Gábor, aki zseniálisan okos fiatalember, és szerintem ő is esetleg megérne egy beszélgetést, már egy nagyon élvezetes, társalgó és egy hihetetlen nagy tudású fiatalemberről van szó. Ő például azt mondta, hogy az elkövetkező évtized az valószínűleg a járványokról fog szólni, és lehet, hogy a Covid megszelidül, és lehet, hogy átmegy egy influenzába, de lehet, hogy jön valami más, vagy egy új mutáció. És hát nézd, amíg az oltási aránytalanság ilyen baromi nagy lesz, hogy azért a szubszaharai régió, Fekete-Afrika érte 10% alatti átoltottsággal bír, és lehet Portugália 90, a britek 90, és így tovább. Addig várható egy újabb mutáns, és a görög ABC-ben még pont van elég betű ahhoz, hogy elnevezzük az új mutánsokat. Nyargaljunk át a Covid osztályra, egy kicsit a toxikológiára, hát ezért mégiscsak az osztály, ahol Zahér Gábort megismertük, azt gondolom. Ugye inkább toxikológiai sürgősségi az, amit hozzá tudunk leginkább kötni. Mennyire tesz érzéketlenni egy orvost, mondjuk a toxikológia, ez a sok általánosságban, sok halálesettel találkozó, és egyszer egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy azt mondtad, hogy öngyilkos szándékkal fölrobbantotta magát, élettel összeegyeztethetetlen sérülése van, reggelre meg fog halni. Ez pont ugyanazzal a hangsúllyal mondtad, mint hogy azt mondom, hogy ebben a pohárban víz van. Így van, kívül kell maradni a történeten. De tudsz? Tudok. Jár pszichológushoz? Nem. És nincs rá szükséged? Nincs. És nem lesz egyszer az, hogy veszel egy géppuskát és bemész egy plázába és lelősz mindenkit? Azt gondolom, hogy a plázákat amúgy is imádom. Úgyhogy de ilyen azért biztos nem fog előfordulni. De azt gondolom, hogy ez a kívülmaradás, ez a túlélésnek valójában az áloga. Meg a túlélésnek az áloga az, amikor az embernek van hova hazamennie, és az akár ugye a gyermekem édesanyjával való hosszas kapcsolat, akár a mostani feleségemre is természetesen ugyanúgy vonatkozik, amikor van az embernek tényleg egy olyan stabil háttere, mert ha mit tudom én, hazamenne az ember a 600 négyzetméteres, fantasztikus kilátású, hiper-szuper lakásába, és ott ülne egyedül, akkor valószínűleg egy hét után ugye meginne egy üveg viszkit, és fölvagdosná az ereit. De ez a háttér, ez a biztos alap, ez szerintem borzasztó fontos az ember számára. És mondom, itt van egy ilyen kulcsmondat, amikor mondjuk a beteg azt mondja, és ilyen el szokott hangozni, nem ritkán ez a képzelje magát az én helyembe. Nem szabad. Abszolút nem szabad. Én a saját életemet élem, annak minden pozitív és negatív dolgával együtt. Ő meg az ő életét él, én őt kívülről látom, és ha kívülről látom, akkor sokkal inkább tudok segíteni rajta, mint ha én belül kerülök az ő körébe, átadja nekem a problémát, és ha nem oldódik meg,
akkor alapvetően én leszek érte a felelős, hogy őt nem tudtam valójában meggyógyítani. Soha nem voltál depressziós? Nem. Semmi olyan gondolatok, nem. Ami... Megmondom neked őszintén, így lekopogom, nincs itt fa, de semmi ilyesmi, ez mind messze került engem eddig, hála az égnek, azt kell, hogy mondjam. És mondjuk, amikor, nem tudom, egy 16 éves tini kerül az osztályra öngyilkossági szándékkal, az jobban megvisel, mint ha mondjuk, nem tudom, egy nem 16 éves tini kerülne oda? Alapvetően azt gondolom, hogy itt az okokat kell tulajdonképpen keresni, és itt az okokban nagyon fontos szerepet játszik, ahogyan kezdek el vele tulajdonképpen kommunikálni. És ugye amikor mondjuk már reggel talán egy kicsit jobban van, de még egy kicsit olyan zsóleros, ugye akkor az ember reggel vizit kapcsán odament, leült az ágya szélére, és akkor rögtön várta a gyerek a kérdést, hogy akkor miért csináltad című történet. És akkor például olyan váratlan dolgok születtek meg időnként, hogy hát mondom, szívem, te tegnap nem láttad a meccset, pedig érdemes lett volna megnézni, mert tök jó volt. És akkor a gyerek személy kikerekedik, és már is leomlik egy olyan kommunikációs fal, amikor ő visszakérdez, miért milyen volt a meccs. És akkor az ember elmondja, hogy milyen volt. És akkor már is rögtön ugye ott vagyunk, hogy akkor nem arról kezdve, hogy miért csináltad, mi a baj az iskolában. Meg szoktad kérdezni? Vagy megkérdezted, hogy miért csináltad? Nem feltétlenül. Érdekel egy igen, de ők elmondják. Te nem kell kérdezni. De ők elmondják. Főleg, hogyha az ember ebből a szempontból jól tud velük tulajdonképpen kommunikálni. Mert egy ilyen az, hogy na miért csináltad kislányom, ugye legközelebb nem fogod ezt megcsinálni című történet. Ez pontosan ugyanolyan standard kérdés, mint a mi történt az iskolában, című történet, ami látszólag miről szól, hogy kurvára nem érdekel az egész dolog. Csak mondd el, ez a kötelező köröket lefutjuk, jó van szívem, oké, hello, megkapod az árujelentést, azt már ez haza című történet. Mi volt a legsűrűbb válasz erre a kérdésre, vagy a nem kérdésre? Mi a leg... Hát itt azért korra nagyon-nagyon szét lehet bontani, azt gondolom, a társadalmat. A fiataloknál nagyon gyakran a kommunikáció, az otthoni kommunikáció hiánya, meg nem értettség. Ugye hát mindannyian voltunk kamaszok, azért ez egy baromi nehéz része az ember életének a kamaszkor. Szóval akkor kezdünk el ugye felnőni, és hát most gondolj bele, itt eltelik az embernek az életében 4-5 év, amikor is ugye a kislányból fiatal nő lesz, a kisfiúból fiatal ember lesz, van egy közösség, ugye valamilyen középfokú tanintézmény, ahol ő próbál beilleszkedni, ugye keresi a helyét ebbe az egész történetben, vannak párkapcsolatai, ami szintén ugye baromi fontos ilyenkor, hiszen valójában sokkal kisebb felelősséggel tudja ezeket leélni, mint később ugye felnőtt korában című történet. Vannak azért szülők, vannak nagyszülők, azokkal való kapcsolat, hogy ez tulajdonképpen működik. Ez a mi akarok lenni című történet, hogyan képzelem el a jövőmet. És ez egy hihetetlen, sok én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor a gyerek olyan, mint egy ementális sajt, ami tele van lukakkal, és ezeket a lukakat be kell tömni, és persze ugye itt most nem az anatómiai lukakra kell gondolni, azokra a fejlődési lukakra, hogy ezekről beszélni kell, ezekről beszélgetni kell, de vajon tud-e az a gyerek mondjuk azon kívül, hogy a barátnőjével ott leülnek, vagy a barátjával, és ott suskosolnak, beszélgetnek valaki olyannal, akitől esetleg mondjuk kaphat egy kis élettapasztalati tanácsot, hogy tud-e a felnőtt ezzel beszélni, tud-e rá időt szakítani, de hát ma Magyarországon azért ott tartunk, és ezt sokszor el szoktam mondani, ez a 7 perces mentális gyerekeknek a világa. Szóval 7 perc napi kommunikáció, hát ez lószar, az semmi, és persze nem azt jelenti, hogy akkor óra indul, tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik, 7 perc meg volt, oké, hello fiam, mehetsz, és akkor ülj be a gép mellé, nyomkod a telefonot című történet, hogy tudunk egyáltalán kommunikálni a gyerekeinkkel, és azt gondolom, hogy egyre kevésbé, és a szakadék az egyre nagyobb lesz tulajdonképpen a fiatalok és a szüleik között, hiszen mondjuk ők nagyapám, meg dédnagyapám élete minősége között volt különbség. Semmi szinte. És ahogy megyünk ugye előre, most már egyre nagyobbak ugye ez a különbségek. Hát ma már azt kell, hogy mondjam, hogy egy 21 éves is azt mondja, hogy nem értem ezeket a 17 éveseket. Hány év van közöttük? 4 év. Hát az túró, az semmi. Hát akkor mit szóljon mondjuk egy 40 éves felnőtt a maga 15 éves gyerekéhez, ahol ez a generációs különbség és szakadék, ez akkora, hogy gyakorlatilag baromi nehéz átugrani. Úgy fogalmaztál, hogy édesanyád a kezét között halt meg. Igen. Ilyenkor is tudtál orvos maradni, kívülálló maradni? Vagy azért ez egy más helyzet? Azért ez egy nagyon más helyzet, azt kell, hogy mondjam, de ő nagyon nagy méltósággal viselte a betegségét. Ugye tüdőrákja volt, és gyakorlatilag a műtétet követően még 2 évig minőségi életet élt, és gyakorlatilag 10 olyan nap volt az életében az utolsó 10 nap, amikor megtelt a mellőlegebb folyadékkal, akkor ezt kétszer megcsapoltam, és harmadjára azt mondta, hogy hagyjuk ezt a történetet. Voltak már fájdalmai,
és akkor szép csendesen ott bent nálunk az osztályon elment. Evidens persze, hogy erre a válasz. A te esetedben azért nem tartottam ezt evidensnek, mert hogy annyira jól hozod mindig érzéketlen, vagy kívülálló, akkor, ahogy te fogalmaztad ezt a kívülálló Zahér Gábort, hogy bennem komolyan felmerül az, hogy amikor mondjuk a családban van egy ilyen eset, és nem feltétlenül csak haláleset, hogy te vagy az, aki tudja, hogy mit kell csinálni, akitől kérdezhetnek, akire számíthatnak, vagy ezért hajlamos vagy te is összeomlani? Én azt gondolom, hogy meg tudok maradni racionális ebből a szempontból, még akkor is, hogyha az embernek belül vannak érzelmi kilengései, és főleg ugye édesanyám halála kapcsán is, ugye amikor lefogtam a szemét, ott elüldögéltem mellette még egy-két-három órát ott a kórteremben, ahol ketten voltunk, és aztán utána bementem a szobámba, átöltöztem, és kimentem a ligetbe, és futottam egy fél maratont. Ott lezártad? Igen. Ez egy képesség, ami a hivatásodnak köszönhetően... Nem tanultam. Tehát, hogy nem, de hogy akkor ez a hivatásodnak köszönhető, vagy szerinted ez egy embertípus? Nem tudom, ezen nem gondolkoztam még. Hiszen ezen. Nem vagy nem orvos. Ezen nem vagyok nem orvos, de lehet, hogy ez... De én nagyon érdekes, hogy például a film is pontosan ugyanilyen, hogy amikor a Nagyival beszélt telefonon, még mert nem akartam, hogy őt lássa olyan nagyon elesett állapotban, beszélt vele, idézőjelbe elbúcsúzott tőle. Azóta nagyon ritkán beszéltünk a nagymamáról. Szóval úgy, hogy valamilyen téma kapcsán előjött volna a Nagyi című történet, és valahol ebből a szempontból azt gondolom, hogy ő is olyan, mint én, hogy akkor azt, hogy elrakta, berakta, betette egy dobozba. De ez egy ilyen védekezési mechanizmus? Biztos, hogy az is van benne, ilyen védekezési mechanizmus. De ez nem egy tudatos történet, hanem szerintem ez nálunk az életünkből, vagy az övéiből is, meg az enyémből is ez így adódik. Szoktál hazudni betegnek? Vagy hazudtál már betegnek? Én megmondom az igazat. És pont két nappal ezelőtt volt egy ilyen történetünk, egy fejnyakrákos ember, és ugye azokról sajnos tudni kell, hogy ők azért nagyon sokáig élnek. Viszont a daganat az pusztítja őket rettenetes módon, főként ugye az arcukat, ami azért egy rettenetes történet, ugye, és ezt nem lehet higiénikusan tartani, és hát ez azért mondom, hogy sajnos sokáig élnek, mert, és ez nagyon csúnyán hangzik, megéli azt, hogy tulajdonképpen akár az arca, a torka, a nyak az gyakorlatilag egy nagy váladékozó gennyesebbé fog tulajdonképpen válni. És ott elbeszélgettem ezzel a szerencsétlen emberrel, akit behoztak a kórházba, már nyelni alig tud, ki van száradva, vannak fájdalmai, hogy milyen alternatívái vannak, és mondtam, meg fog halni sajnos, és hogy hol halljon meg, érted, hogy most bent halljon meg a kórházba, érted, egy 4-1-as kórteremben, ahol nincs látogatás, és így tovább, vagy otthon. Utána beszéltem a feleségével is, és mondjuk a második variációt választották, és azt gondolom, ezzel mélységesen együtt tudok ilyenkor érteni, hogy azért, ha van rá mód és lehetőség, akkor az ilyen halálesetek az mondjuk a szerettei körében történjenek meg, és ne tényleg egy kórterembe, ugye, hát ráadásul, hogy mondtam, most nincs is látogatás, szóval egy idézőben sokkal személytelnebb körülmények között. Akkor nem pártolod, vagy nem értesz egyet a kegyes hazugsággal? Én alapvetően azt gondolom, hogy nem, mert az embernek joga van tudni a saját jövőjét, hogyha ez mondjuk látható és idézőjelben tervezhető, például mondjuk egy betegség szempontjából. Mondod ezt az esetet, és egyetlen egy szó járt végig az agyamban, eutanázia. Mi a véleményed róla? Szerintem nem egy rossz dolog az eutanázia. Persze ezt nagyon-nagyon körbe kell járni, mind jogilag, mind pedig erkölcsileg és etikailag egy ilyen történetet, hogy ki az, aki néles esetenként fölmerülhet ez az egész dolog, de szerintem erről érdemes lenne azért beszélni Magyarországon is, mint ahogy ez már azért nyugat-európai országokban ez tulajdonképpen működik, de okkal, szóval most az ok alatt abszolút kiszámítható orvosi okokat értek. Uh-huh. Van szerinted esély erre záros határidőn belül? Nézd, alapvetően mindaddig, amíg például mondjuk az orvosi marihuána bevezetése sem történik meg Magyarországon,
ami azért szerintem egy sokkal-sokkal fontosabb szakmai lépés lenne, addig nem hiszem, hogy ez valamikor is ugye hát tálcára fog tulajdonképpen kerülni. És erre már vannak nagyon komoly szakmai evidenciák, szóval nem arról van szó, és mindenkinek, és akkor a patikus érted megtekeri a spanglit, kiváltod, és már a patika lépcsőjén rágyújtod, szóval egyáltalán nem erről lenne szó természetesen. De ez megint csak azt gondolom, hogy egy kommunikáció kérdése lenne az emberek felé, ugye az átlag emberek felé, és persze a szakmai oldalról is ezt kellőképpen alá kellene támasztani. De Magyarországon hosszú-hosszú évek óta ezzel kapcsolatban semmi az ég a világon nem történik, és ez nem egy jó dolog, mert ugye egy terápiás lehetőséget a rászorulóktól elzárnak. És egyébként tartod azt az álláspontodat, hogy Magyarország még nem élet meg arra, hogy egyébként a marihuánát általánosságban legalizáljuk? Igen, ez még odébb van. És itt azt gondolom, amit én nagyon sokszor már elmondtam, itt ezért ezeket a lépcsőket be kellene tartani, szóval ez nem úgy működik. Tehát először az orvosi, és akkor utána a dekriminalizálás, és utána jöhetne esetenként bizonyos szinten ugye a legalizálásnak a bevezetése. És persze ezt is körbe kell bástyázni, mint ahol ez működik, ott ezt nagyon jól törvényileg körbe tudták tulajdonképpen pakolni. Ez nem arról szól, hogy akkor az óvodás már ugye megkapja a hasisos üti délután, hogy akkor este ne legyen vele gond otthon természetesen. Viccelődtünk egy kicsit az aktuál politikával, de hát az életedben is volt ezért aktuális a politika, ugye voltál te a Fidesz frakcióban önkormányzati képviselő? Így van. Budaörsön 94-től 98-ig és 98-től 2002-ig pedig Pest megyében. Igen. De hát aztán... Elég volt. Aztán tovább tanultál, vagy elég mondjam, volt. Aztán igen. Elég aztán, volt. Ez nem az én világom. Ez elég volt. És ezt a részét meg is értem. Viszont a Honvéd Kórházból azzal az indokkal jöttél el, hogy sem az állomány, sem pedig az eszközök nem voltak megfelelőek egy ilyen osztálynak a működtetéséhez. Ezzel szemben te visszautasítottad a miniszteri felkérésedet, legalábbis volt arról szó, hogy te egészségügyi miniszter is lehetnél, de te úgy döntöttél, hogy te beteg ágy mellett maradsz. Így van, ez nem az én világom, egy öltönyös nyakkendős történet. Én ezt értem, de tudod, tehát azért jössz el a Honvéd Kórházból, mert nem megfelelőek számodra a körülmények, ellenben, hogyha olyan pozícióba kerülhetnél, ahol segíthetnél, hogy megfelelő körülményeket biztosítsál, ez nem visszás egy kicsit? Nekem sokkal többet ér a beteg ágy ebbe az egész történetbe. Én orvos vagyok alapvetően, és nem politikus, és nem egészségügyi szervező, aki mondjuk egy íróasztal mögött tárgyalva próbálná jobbítani ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy az én életem az arról szól, hogy ott állok a beteg ágy mellett, és ameddig bírom, addig tulajdonképpen dolgozok, és nem arról, hogy mondjuk bevonulok mondjuk egy irodába, és akkor időnként elmegyek, meglátogatok egy Covid osztályt, ahol öltönyben, nyakkendőbe pompázom, és persze be nem megyek az osztályra természetesen. A jelenlegi miniszter lehet, hogy ezt csinálja, de mint Zahér Gábor egészségügyi miniszter, vagy most minek kell lenni, azt hiszem, emberi erőforrások miniszter. De azért nagyon, én azt gondolom, hogy egy ekkora területet ezt egy ember nem tud átlátni, szóval az nem biztos, hogy egy nem, új ezt ötlet, látjuk, egy ilyen óriási nagy minisztérium, meg én azt gondolom, az egészségügy az megérdemelne egy külön minisztériumot, ahol gyakorlatilag egy rátermett vezető, vagy vezetők tudják irányítani ezt az egész történetet. És nem lettél volna rátermett? Nem hiszem. Nekem, de mondom, ezt tudom csak szajkózni, hogy sokkal többet ér nekem a beteg ágy melletti munka ugye a betegekkel. Jó, de hát ez rólad szól. Azok, ez egy kicsit önzőség. Tehát ez azt jelenti, hogy Zahér Gábornak mi tetszik jobban, vagy mi az, ami neki jobban. Hát hagyd legyen már az ember egy kicsit önző, hogyha saját magáról hát van ember szó. Ember legyen önző, de ez, orvos. Ez így van. Hát egy orvos is ember azért valahol, és azért hagyd vállalja föl. Hát valahol biztos, mondom, igen. Valahol azért hagyd vállalja föl ezt a fajta önzőséget, és én azt gondolom, hogy szerintem én talán jobban tudok teljesíteni a beteg ágy mellett, mint mondjuk ott a minisztériumban, ahol az ember azért egy csomó olyan dolognak ki van téve, hogy, mert ugye ott is van azért főnöke, hiszen van annak, vagy egy adott kormánynak mindig van egy feje, aki nem biztos, hogy mindig pontosan ugyanúgy gondolkodik, ahogy mondjuk egy illető miniszter, de hát ugye a főnök, az, ha az ember nem tudja meggyőzni, akkor a főnök az, amelyik dönt tulajdonképpen erről, és azt nem biztos, hogy az ember mondjuk jó szívvel el tudja viselni. Nehéz veled együtt dolgozni? Én azt gondolom, hogy nem, ha bár mondjuk egy eléggé akaratos ember vagyok, és ha valamit ugye elhatározok. Ezzel most megleptél?
Igen? Nem. Akkor jó. Akkor ha valamit úgy elhatározok, azt általában úgy végig is szoktam tulajdonképpen vinni. Ugye én kezdtem a Honvéd kórházba baleseti sebészként, ott ugye a gumiallergia volt az, ami miatt váltanom kellett. 17 éve dolgoztam utána a Péterfibe, utána az, aki még annó a Honvédban az egyik főnökön volt, ő hívott át, ugye a Honvéd kórházban, aki ott Zsíros Lajos barátom, aki orvosigazgató volt, oda dolgozni. Ott ugye ismert okok miatt jöttem el onnan, és utána most pedig itt már ilyen idézőjelben nyugdíj előtti levezetésként, abszolút beosztottként. Visszalépés tökéle... a 60-i kórházban? Nem, dehogy visszalépés. Egyáltalán nem visszalépés. Nem. Szó nincs róla, én hihetetlen módon imádom részben a munkámat, részben nagyon szeretek én a 60-i kórházba dolgozni, és ez egy teljesen más. Én eddig ugye nagy intézményekben dolgoztam, hát a Honvéd kórház az egyik vezető intézmény ugye az országban. A 60-i kórház pedig egy városi kórház, de teljesen más, mint egy ilyen nagy kvázi gyár, sokkal emberibb, sokkal jobban lehet ugye az emberekkel kapcsolatot teremteni, betegekkel, hozzátartozókkal, kollégákkal. Hát a Honvéd kórházban még több év után is volt ilyen, akiről nem tudtam, hogy hívják, hát mert soha nem találkoztunk, ez egy ekkor intézmény 3,5 ezer dolgozóval, hát átláthatatlan, ugye egy élet alatt is ez az egész történet, itt pedig azért egy kisvárosi kórház, ahol ugye idézőjelben mindenki ismer mindenkit, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy hihetetlenül jól működő, jól szervezett kisvárosi kórház. Ahogy lesz lehetőséged, elmész nyugdíjba? Nem. Nem szeretnék, hát illetve egy kérdés, hogy meddig fogom bírni én egészségileg ezt a történetet. Mi a véleményed arról, ami, amit azért eléggé hallunk és látunk is, illetve én magam tapasztaltam is édesanyám esetében, amikor elment Békásmegyerre, nem mondom a doktor nevét, azt mondta, hogy neki kell kettes, két és fel. És fölírták. Fölírták, dr. Culák Brigitta beosztotta saját magának, ő tudta, hogy neki ebből napi 3x2 kell, aztán később a Leponex, Haloperidol, de ezek már mindig csak estére nyilván, hogy hát jobban tudja aludni. Nem tudom, hogy azóta mi változott, tehát anya már nincsen köztünk, történetesen egy szívroham vitt el, nem a 40 öngyilkossági kísérletének valamelyike. Ettől függetlenül végig az volt, hogy azt látom, hogy a betegek diagnosztizálták, vagy legalábbis anyám és anyám egyik barátnője fixen diagnosztizálták magukat, és beszélek bárkivel hasonló esetről, és az van, hogy igen, ők diagnosztizálják magukat, akkor a doktor úr azt mondja, hogy jó rendben, akkor írom. Szanax, Andaxin, Rivotril éppen és ami. Szerinted pszichotikumokkal, antidepresszánsokkal lehet, illetve kell-e kezelni, és milyen esetekben? Biztos, hogy kell. És ennek megvannak a szakmai kritériumai, hogy mikor kell. De most sajnos ugye, ha megnézed például a mentálhigiénés gondozóhálózatot, a pszichiátriai gondozóhálózatot, kevés benne az orvos, nagyon leterheltek, vagy hogyha kicsit odébb megyünk, most nézd meg az alapellátást, hogy általában hány perc jut ma az alapellátásban egy betegre. És most a nagyon egyszerű történet, mert ugye az egész valahol ott kellene, hogy kezdődjön az alapellátásba, amikor oda megy a beteg, a doktorhoz, hát mégiscsak orvos, mégiscsak tanult, és elkezdi neki mondani, doktor úr, figyeljen, nem jól érzem magam, szarul alszom, a munkahelyem, a család, az ez, az az, az amaz, rögtön, mi a válasz? Jó, semmi gond, fölérök önnek egy könnyű kis altatót, egy kis feszültségoldot, ez amaz, eltölt kb. 5-6 percet. Ennyi idő van rá, mert kint már ugye veri az ajtót a következő, hogy ez meg mit ül bent. Szóval van arra egyáltalán idő, hogy valaki mondjuk akár a saját problémáit mondjuk egy szakembernek el tudja mondani, a szakember azt tudjon erre valamit reagálni. Azt mondod mondjuk, hogy az antidepresszánsok, meg ezek a pszichotikumok, altatók, stb. Tehát amiket így az orvos első körben receptre ír, ezeknek nagy része azért lehet, mert egyszerűen nincs ideje föltárni és kivizsgálni azt, hogy így mi kéne van. Neki, ez a legegyszerűbb elnyomni. Most belegondolsz, ugye Magyarországon például itt a járvány kapcsán az amúgy is 30%-os depressziós jelenlét 49%-ra emelkedett fel a lakosságban. Ez egy nagyon-nagyon magas szám. A depresszió az egy olyan betegség, ahol a gyógyszer az egy fontos dolog, de a pszichoterápia nélkül nem fog a depresszió meggyógyulni. Hát hány olyan beteget ismerek én is, aki azt mondja, hogy 10 éve szedem az antidepresszánst, és mégsem vagyok jobb. És mikor volt utoljára a pszichoterápiája? Hát olyan nem volt. Mi az a pszichoterápia? Című történet. Egy interjúdban azt mondtad, hogy volt olyan, hogy 4 éjszakás műszak, utána lementél egy fesztiválra előadni, utána másnap még a fesztiválon is ott voltatok, majd éjszaka hazavezettél. A kérdés az bennem, hogy mondjuk mennyivel veszélyesebb így autóban ülni, mint alkoholos befolyásoltság alatt. Tehát, hogy mennyire, amikor fáradt az ember, és amikor tényleg ennyi minden van egy ilyen életformával,
mondjuk, hogyha tényleg te vezetsz, vagy hogyha mondjuk bepiálva ül valaki a kocsiban? Én ha elfáradok, akkor megmondom neked őszintén, megállok egy autópálya pihenőbe, és akkor alszom egy 20 percet, és ez ilyenkor egy hihetetlen mély alvás tud lenni, és akkor, amikor az ember utána fölébred, kiszáll, körbe erre az autót, elmegy pisilni, visszaül, és utána ez a 20 perc ez hihetetlen módon feltölt. Ha az ember érzi azt, és ugye persze aki vezet, azzal fáradtan vezet, mindenkinek volt már olyan, hogy amikor már nem az, hogy elalszik, hogy ilyen mikroalvási periód, mert az már nagyon gáz, hanem amikor már nem látja jól az utat, ugye akkor meg kell állni, és akkor muszáj. Szóval akkor nem olyan, hogy ó, már csak 50 kilométer, és akkor már hazaértem című történet. Nem, akkor megállok. Volt hát érted, már amikor olyan. Eljutsz egy ilyen idő, tehát eljutsz ebbe az állapotba, az azt jelenti, hogy előtte már akkor vezettél fáradtan. Tehát amikor már látod mondjuk, hogy mosódik az áróvonal. Abban a pillanatban le kell menni a legközelebbi pihenőbe, és ott meg kell állni, vagy félreállni, vagy lejönni az országútról, megállni valahol, és akkor aludni. Ez nem szabad, mert visszaél az ember részben ugye saját magával, részben pedig a velem szembe, vagy mellettem jövővel. Azért ott a nyaranc, ez rendben van itthon? Igen, habár nagyon sok olyan európai ország van, ahol 0,2-0,3, akár 0,5-ezrelékes véralkohol szint még megengedett. És hasonló van ugye a kábítószerekkel is, hogy például a briteknél is, akár a marihuána, akár az amfetamin szempontjából vannak limitek, ami alatt tulajdonképpen ez már nem számít ugye bodult állapotban történő gépjárművezetésnek. Én azt gondolom, hogy azért nem, mert ezeknek a kinetikáját nem ismerjük annyira, hogy ezt pontosan ki lehessen számolni. Hogyha mit tudom én most itt az ember, mit tudom én meginne egy fél üveg bort, és akkor úgy kiszámolná, nagyjából ugye 0,15 ezrelékkel csökken óránként a véralkohol szintem, ha megittem egy fél óra alatt fél üveg bort, akkor ez föl fog menni ennyire, akkor utána kihagyok, mit tudom én, x órát, akkor biztos, hogy annyi. De mi van, ha aktuálisan, ez az átlag, ez a 0,15, ha most éppen nekem nem 0,15-tel, hanem úgy csak 0,7-tel csökken óránként a véralkohol szintem. De lehet, hogy 0,22-vel. És akkor oké, ha meg nem, akkor meg itt a sarkon megállít a rendőr, megfolyom a szondát, és haló, már is itt van tulajdonképpen a probléma. És ebből a szempontból ez matematikailag baromi nehezen modellezhető. És ezért szerintem jobban útolni, mert ott nincs kérdés. Alapvetően jó, persze nálunk is, hogy itt a 0,2 ezrelék alatt ott nem nagyon számolják, mert az egy mérési hiba határba még tulajdonképpen belefér, akár ugye a kilégzett levegő alkohol tartalmánál, akár pedig véralkohol vizsgálat szempontjából, de én nem vagyok híve annak, hogy ezt elengedjük egy kicsit lazábbra. Óvod a magánéletedet, épp ezért nincs is túl sok kérdésem ezzel kapcsolatban. Egyszer tettél kivételt egy Petőfi rádiós interjúba, aztán utána végig söpört az országban, hogy Zaher Gábor válik. Amikor megismerkedtél a jelenlegi kedveseddel, egy konferencián ismerkedtetek meg, ahol azt mondtad, hogy megkopogtatta a válladat, te hátra néztél, és azt mondtad, hogy ó. De te akkor még házas voltál. Így van. Jól gondolom, hogy egy jól működő házasságban nincsen ó, amikor hátrafordulsz? Nem feltétlenül. Akkor a ti házasságotok jól működött? Én azt gondolom, hogy teljesen jól értünk együtt. Ugye a gyöngyvérrel nem volt igazán jobban semmi gondunk, se volt egy jó fejkölykünk, tök jó körülmények között éltünk. De egy házasság csak akkor lehet rosszabb gond van? Nem, hát most persze, hát attól, ha gond, az már nem jó. Alapvetően, de hogyha úgy minden működik, ettől még az ember úgy szembesülhet ezzel az egész történettel, ezzel a bizonyos ó érzéssel, ami azért hihetetlen nagy ilyen tusakodást válthat ki tulajdonképpen az emberből. Mint hogy ez ki is váltott annak idején, és én úgy döntöttem, hogy eljövök otthonról. Igen. A házas, tehát akkor viszont, mert ez van a következő kérdésem, hogy kíváncsi lettem volna, hogy mondjuk az első feleségeddel való házasságodban mondjuk a munkamániád az a házasságotok megromlásába bármilyen szerepet szerinted játszott? Abszolút. Igen? Hát ott azért nagyon különböző volt, hiszen én akkor már dolgoztam, amikor az első feleségem meg egyetemista volt. És a mostani kapcsolatodban mennyire játszik ez szerepet? Most sokkal... visszafogottabb vagy? Hát... Ugye most a mostani munkám sokkal inkább egy előre tervezhető történet, ugye ez a hétfő és szerda csütörtök című történet, úgyhogy ez sokkal inkább keretek közé van rakva, és ugyanúgy eljárunk színházba, hangversenyre, koncertre, sportolni, vacsorázni, és így tovább, szóval ez... De amikor megismerkedtetek a Mónival, akkor így az illetőről bocsátottad neki, hogy itt a Zaher, a laza, jófej, orvosfaszi a tévéből, aki
Igen, így lehet, hogy úgy tűnik, ahogy, de közben elképzelhető, hogy a héten csak 3 napot fogunk találkozni, igen, akkor is csak az esti órákban. Igen. Tehát, hogy te azért így nem árultál zsákban most. Nem, és ennek ellenére azt mondta, hogy jó lesz az a 3 nap. Igen. És aztán ebből lett 4 nap, 5 nap, akármi. Hát tehát, most jelenleg 4. Most jelenleg négy. Az. Jó, de 4 már oké, hát figyelj, ezért az ember 5 napot dolgozik, amúgy is egy héten normál esetben. Igen, is, de este hazamegy. Este hazamegy, igen, hát a 8 óra, de te nem mész. Én meg nem járok haza, így van. Amit ez kivesz a kapcsolatotokból, azt neked kell valamivel kompenzálni? Tök jól el vagyunk a feleségemben, van közöttünk ugye egy 15 év korkülönbség, az én javamra természetesen, és ettől ez még egy tök jól működő történet. Sokat töprengtél a válláson, vagy ez egy, igen, ez egy, tehát igen, ez nem egy olyan... Hát ez nem olyan volt, hogy akkor, hanem azért ez egy 6-8 hét volt, amíg én ezt elhatároztam. Könnyen ment? Nem. Nem kérdezek többet nem ezzel kapcsolatban. De most már úgy érzed, akkor Mónival leéled életed, szeretném, hátralévő részét. Nem lesz egy újabb Móni, aki megkocogtatja a válladat, vélhetően. Jó, ha Móni nem is, de kérdések, még nézői kérdéseink lesznek, ugyanis, hogyha a Patreonon is támogatsz minket és ott vagy, akkor nem csak azt tudhatod meg, hogy ki jön hozzánk vendégségbe, itt is lehetsz a forgatáson, kérdéseket is tehetsz fel, ahogy ezt tettétek most is, úgyhogy jövünk vissza a nézői kérdésekkel. Na, első nézői kérdés, jól érezni, hogy van egy kis Isten komplexusa? Erre nem gondoltam még, hogy van egy kis Isten komplexusom. Én azt gondolom, hogy mik vagytok ti Istenek, ugye erről született is egy 2 kötetes könyv, ugye egy jogásznak a tollából, de alapvetően én azt gondolom, orvosként nem szabad Isteneknek lenni, ha bár az ember egy olyan dolgot bíz ránk, ami a legértékesebb, ugye a saját egészségét, nekünk segíteni kell, és azt gondolom, ezt kellő alázattal kell bírni. Nézd, én azt gondolom, hogy én kellően nagyképű vagyok, és kellően önző is tudok időnként alapvetően lenni, de azt talán, hogy Isten komplexusom lenne, ezt nem gondolom. Na hát, ha már nagyképű, ő lenne a szegény ember Dr. House-a? Nem akarok soha Dr. House lenni, nem beszélve arról, hogy ilyen orvosos sorozatokat nem is nagyon szeretek nézni, azért, mert azért ezek szakmailag nem biztos, hogy mindig a legjobbak. Azt mondják, hogy a Dr. House, igen. A Dr. House-ban voltak, de ott is azért voltak olyan történetek. És hát jó, hát van Hollywood benne, ami tényleg erős, és ebből a szempontból nagyon érdekes volt például, amikor a Vészhelyzet című sorozat Magyarországon megjelent. Ugye ez akkor volt, amikor nálunk is ugye a sürgősségi ellátás már úgy kezdett úgy tulajdonképpen bimbózni, és ugye ott mit láttak az emberek a vészhelyzetbe? Behozzák az illetőt. És intubáljuk. 2 perc múlva már megy föl a műtőbe, már mindene megvan. Na most, mindenkit intubáltak. Tehát, jó, hát mert ugye az esetek 90%-a súlyos betegekről szólt, és nem a, és ugye ezért, amikor bejött a sürgősségi osztályra a beteg, akkor azt mondta, hát a vészhelyzetben nem ez van, a vészhelyzetben pillanatokon belül orvos látja, ez látja, az látja, hát nem erről szól, és azért nagyon elferdítette a közemberek előtt tulajdonképpen magának az egésznek a sürgősségi ellátásnak az értékelését. Eleme Blazsai doktor akkor. A Blazsai doktor az egy nagyon más, vagy a mentők, ugye a másik ilyen cseh sorozat, azok nagyon-nagyon másról szóltak. Egyszer a bátyámmal ültünk a sürgősségén, egy kicsit csalódás volt, nem az a jó fejember, mint akit a tévében látunk, ő valójában szerepet játszik? Nem hiszem, hogy szerepet játszanék. Nem tud az ember mindig folyamatosan jó fej lenni. Szóval azért aminek ott nem ritkán ki vagyunk téve, hogy az elégedetlenkedésnek, én fizetem a TB-t, nekem jogaim vannak, ott azért néha az ember eljut odáig, hogy majdnem megtelik a pohár, vagy időnként mondjuk akár meg is telik a pohár, szóval ezt azért alapvetően tudni kell, hogy az embernek azért nem végtelen a türelme ebbe az egész történetbe. És azért kapunk időnként fűtfát, és persze, ha megkérdeznéd az embereket, egy rossz története mindenkinek van az egészségügyről. Hiszel Istenben, vagy valami természet felettiben? Nem. Fogadtál el valaha hálapénzt? Mi a véleményed erről? Volt, nem sokat, soha, de ha belegondolsz, hogy itt alapvetően... A te munkádban azért én, nem olyan... Én nem olyan területen, igen, dolgoztam, ami... Szóval a vonat alól nem dugja ki a beteg a mentőorvosnak, érted, a borítékot, igen, a toxikológiát, szintén nem, a sürgősségi osztályon szintén nem. Egy-egy olyan alkalom volt, amikor igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért azt tudni kell, hogy Magyarországon a hálapénznek, már amíg el lehetett fogadni, azért a legalább a 90%-át
azért az orvos társadalomnak nagyjából az 5-6%-a volt az, amelyik. De nem osztanak vissza lefele? Volt olyan, én emlékszem rá, hogy talán még egész kisfiú voltam, amikor egy protézis műtétet követően csípőprotézisről van, ez nagyon régen volt, akkor még nem úgy szórták idézőjelben a csípőprotéziseket, mint most. Az akkori főnökön beivatott és adott 3000 forintot, mert ugye én ott a műtétnél én voltam a második asszisztens, aki fogtam a lábat, és akkor ennyi, ezt ugye azért nem felejtem el, ezt a történetet. Volt, de ez egyetlen egyszer történt meg az életemben, de hallottam olyanokat, hogy időnként volt olyan, hogy valaki adott a műtőstőnek, altató orvosnak, stb. És egyetértesz azzal, hogy most már nem lehet elfogadni? Igen. De azért értesz vele egyet, mert azt gondolod, hogy így majd kiegyenlődnek? Nem, de most ezek is ki vagyunk téve ennek. Ne érezze úgy, hogy ő most megvesz, mert én nem azért segítek neki, hogy engem utána mondja azt, hogy köszönöm. Hozzon egy tábla csokoládét, ha női orvosról van szó, egy virágcsokrot, bombont, ilyeneket. De ne arról van szó, hogy ott csúsztatgatjuk a borítékot, az egy annyira ilyen megalázó dolog szerintem. Ahogy telik az idő, egyre inkább rákapott a szereplés és a média ízére. Ő azt mondja mindig szemérmesen, hogy csak azért nyilatkozik, mert szakszerűen szeretné tájékoztatni az embereket, de nincs ebben egy kis exhibicionizmus? Azt hiszem már bőven nincsen, mert hogyha nem keresnének egy fél évig, akkor azt gondolom, hogy nem vágnám fel az ereimet. Hogy te kerested az alkalmat? Nem. Ott volt egy olyan, hogy az ember rájött arra, hogy lehet nagyon sok minden információt átadni, ugye, a médián keresztül az embereknek. De az, hogy én tudatosan úgy, hogy kerestem volna, hogy ott kell lennem, mint ahogy mondjuk egy idézőjelben híresség, aki tudja, hogy ha mit tudom, 3 hónapig nincs ott a Blikbe, akkor már elfelejtik őt, akkor gyorsan kitalálja, hogy őt akkor mit tudom én éjszaka valamit belekevertek az italába, amit úgyse lehet utána bizonyítani, és ebből lesz rögtön egy első oldalas hír. Csak jó, tehát az különbség, hogy azért nálad van egy hozzáadott érték, igen, az például az ember életek mentése. Igen, tehát ezzel te tulajdonképpen bármikor tudsz haknézni, neked nem kell kitalálnod egy zsinát, nem kell valami, egy zsinás történetet valami kitalálnod, zsinás történetet igen, nem kell valami zsinás történetet kitalálnod. De ez különben érdekes volt, mert mit tudom én, hétvégén csöng a telefon, hát jó, persze az M1 nem keres, mert hát ők nem keresnek. Már ott fekete listás vagyok, ott ilyen vastag fekete filccel vagyok kínzva. Kizárkából nincsenek fekete listák. Tudom, hogy nincsenek, de én úgy gondolom, hogy vannak, ez lehet, hogy a saját kényszerképzetem ebbe az egész történetbe valószínűleg. És akkor kérdez valamit ott a kisasszony, vagy a fiatalember, mondom, ennyire nincs miről beszélni a híradóba, hogy most elő kell hozni ezt az egész történetet, című dolog, és akkor azt beszokták hallani. Hát igen. Igen, nincs. Mert hogyha nincs, jó, keresitek meg az AR-t, hát ha tud valamit. Annak az újszerről, alkohol, ugye most itt hallottuk ezt a hírt, hogy 1,25%-kal olcsóbb lett az alkohol Magyarországon, akkor lehet majd erről is egy híradóanyagot csinálni, hogy akkor alkoholizmus, stb. Szóval, hogy... Jó, még szerintem 1%-kal is csökkenteni az alkohol árát sem feltétlenül jó buli. Azért elég sokan nyúlnak itthon az üveghez, nem? Tehát biztos tudsz pontos számokat is mondani. 800 000 alkoholbeteg legalább Magyarországon. Alkoholbeteg, de itt a nagyivók és az alkoholisták egyaránt... Nem, a nagyivó az egy külön, abból nincs sok 2,5 millió. Abban nincs, hát ezt... Ha belegondolsz, hogy ezek... Bocsánat, tegyünk különbséget, hogy a nézők is tudják, tehát az alkoholista ugye és az nagyivó között, kérlek, te mondd el. Hát a nagyivó az, aki azt mondja, hogy most hétvégén akkor buli, és akkor 2 nap részegség, vasárnap ugye méregtelenítés, utána a hétfőn kicsit szarul van, és utána mit tudom én 2 hétig, akkor semmi. Most semmi. És soha többet nem. És soha többet, és aztán ugye elmúlik a soha többet, és akkor jön megint. Az alkohol függő, az pedig napi rendszerességgel fogyaszt, mert ha nem, akkor reggel jönne a reci, meg az izzadás, meg az elvonási tünet. Napi egy üveg sört megiszom, alkoholista vagyok? Én azt gondolom, hogy nem, de lehet, hogy igen, mert ha ez az életed része, az nálad egy tök törvényszerű dolog, hogy hazajössz, és akkor belépsz az ajtón, leteszed a táskádat, most már nem kell mennem sehova, sziszen, és akkor az már az, de ezzel te el fogsz élni 125 éves korodig valószínűleg azzal az 1 vagy 2 üveg sörrel. Lehet az alkoholizmus fokmérője mondjuk, hogy hazajövök, megiszom egy sört minden egyes nap, hogy attól vagyok, hogy kibírom, hogy ne igyam meg? Igen, és pontosan ezért érdekes ez az egész száraz novemberes történet, mert ez nem az alkoholistának szól, hanem annak, aki így szociális ivó, hogy olyan eszébe jutam mondjuk november 15-én, hogy 2 hete nem ittam semmit. Hú, de jó lenne meginni valamit. Mert ha azt mondja, hogy ha novemberben nem ittam egy kortya alkoholt, sőt, ettől most változott valami az életemben? Semmi az égett a világon. Akkor biztos, hogy neki semmi félni valója nincsen a jövőtől. Márhogy alkohol szempontjából. És végül, hogy a fiad nem sérült a válásban? Én azt gondolom, hogy
most már egy jó pár évvel utána teljesen jól és rendezett a kapcsolatunk. Persze, hát akkor 18 éves volt, ami számára azért nem egy leányálom, hogy egy jól működő rendszer tulajdonképpen megszűnt körülötte, és szerintem olyan egy évnek kellett eltelni, ahogy kapcsolatunkat újra tudtuk utána építeni. Hogy látod magadat mondjuk 10 év múlva? Praktizálsz még? Biztos, hogy már nem fogok félmaratont futni. Hát, ha bírom egészségileg, akkor szeretnék dolgozni. Nem hiszem, hogy mentőzni már fogok tudni akkor 10 év múlva. Szóval azért 72 évesen azért az nem erről szól. De talán ugye az oktatás az remélem megmarad. Talán, ha nem hűlök el, akkor a szakértést is tudom csinálni. És talán az, hogyha ki tudok járni még esetleg dolgozni, akár 60-ba, vagy valóban máshova, és akkor már ugye éjszakát nem, de mondjuk, ha olyan, akkor így a nappali műszakban, ha tudok segíteni, akkor szívesen, és talán addigra akkor a könyvírás lehet. Most nem a Zaher könyvek, vagy a Zaher 5.0 addigra 10 év múlva, hanem mondjuk a klinikai toxikológia könyv, amiből van már egy egyetemi jegyzet, és abból kellene egy könyvé kéne konvertálni, ugye, ami hát egy kicsit bővebb történet, és addigra már remélem a második kiadása is meg lesz. Ámen. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a beszélgetést. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Minden héten egy kanapén 30, tessék feliratkozni, hozzászólni, vagy ha tetszett, ha nem tetszett, akkor meg leiratkozni, ahogy szoktam volt mondani. Nincsen azzal sem probléma, az a lényeg, hogy találkozunk jövő héten. Neked még egyszer köszönöm, nektek is legyetek jók, sziasztok!